A biztonság fontos. Legyen szó komoly versenyről, vagy éppen utánpótlás nevelésről, esetleg egy laza tekerésről, a Tamási Bringasport Egyesület mindig maximálisan odafigyel a gyermekek biztonságára. A sisak természetesen egy elmaradhatatlan kelléke a versenyzők felszerelésének. Emellett felvezető bringások figyelnek a gyerekekre, akik régi motorosok már az Egyesületben. Versenyzőknek az elejét és a hátulját és a biztonságát biztosítsa, és egy fokozattal biztonságosabbá tegye az utat. Versenyzőkhöz igazodunk mi, és ők diktálják nekünk a tempót. Tehát, hogyha ők gyorsabban mennek, akkor mi gyorsabban megyünk. Hogyha ők lassabban mennek, akkor mi lassabban. A Tamási Kupa egy többfordulós kerékpárversenysorozat, amelyet már 19. alkalommal szerveznek meg az Egyesület tagjai versenyengedéllyel nem rendelkező gyermekeknek. Korábbi években nem ezen a néven futott, hanem Suli Kupa néven, de már azt hiszem, hogy több mint egy évtizede ezen a Tamási Kupa néven található meg ez a verseny itt Tamásiban, amelynek az a lényege, hogy több fordulón keresztül versenyeztetnek az utánpótláskorú gyerekek, akik ismerkednek a kerékpározással, nekik biztosítunk versenyzési lehetőséget, és az elmúlt években 4-5-6, de most már az idejében 6 fordulón mérhetik meg magukat a gyerekek. 6 fordulót külön-külön is értékeljük, és a végén pedig egy összetett eredményhirdetés van, ahol kupát és különböző tárgynyereményeket kapnak a korcsoportonként legjobb versenyzők, és ugye pontszámokat is adunk, és az összesített abszolút legtöbb pontot gyűjtő gyermek is külön ajándékban részesül. A szervezők a fordulók alkalmával törekednek arra, hogy a kerékpársport több szakágába is bepillantassanak a kupasorozat résztvevői. Lovaspályán vagyunk, az első fordulónak a helyszíne, itt inkább a mountainbike-osok, mountainbike hegyi kerékpár típusú verseny. Aki mountainbike-a jön, annak kedvező a körülmények, de lesz majd a Tamási Velodromon is verseny, illetve háztömb körüli verseny, ahol inkább az országúti jellegű kerékpárok lesznek majd előnyben. Tehát igyekszünk mindenféle változatos körülményeket biztosítani, havonta egy alkalommal. Akik ügyesebbek, azokat természetesen igyekszünk bevonni a rendszeres edzésekbe majd a jövőben. És az elmúlt években is rengeteg példa volt arra, hogy a legügyesebb gyerekek most már leigazolt versenyzőnként az országos versenyeken, magyar kupákon vesznek részt. A szülők örömmel élnek az Egyesület nyújtotta lehetőséggel, hogy gyermeküknek így lehetőséget adjanak a kerékpársport kipróbálására. Marcikám 5 éves, igazából mi nagyon szeretjük a sportokat, meg a természetet is, és a kettőt azt általában ötvözzük, és jó, hogy van egy ilyen lehetőség. Tehát tényleg ki lehet próbálni, nem kell semmiféle plusz extra felszerelés, nem kell versenybicikli, stb., hanem ez egy ilyen teljesen fakultatív programként is itt lehet lenni, és részt lehet venni ebbe a mai eseménybe. A 19. Tamási Kupa első fordulóján voltak olyan versenyzők is szép szemmel, akik nem első ízben próbálták ki magukat ebben a sportban. Réka is, aki már 4 éves kora óta rendszeres résztvevője a kupasorozatnak, ahogy mondja, akkor futóbiciklivel kezdte. Nagyon szeretem, hogy szabadtéri, meg szeretek versenyezni. Azt sajnálom, hogy az én korcsoportomban nagyon kevés a lány, pedig nagyon jó, hogy ott mindenki szurkol nekünk, és a fiúkkal is jó versenyezni, de őket azért már nehezebb megverni. A 3 kört is mentem, ezen a pályán még nem versenyeztünk, de így most megint megvan a 6 fordulós verseny. Ez most nehezebb volt, mert most füves volt a pálya fele, de nekem tetszett. A következő versenyzési lehetőségre május 28-án kerül sor a Tamási Velodrom pályán.